Stabilan kétszemélyű az infláció. De mit jelent ez valójában? A KSH adatai szerint 2022. májusában 10,7, júniusában már 11,7% volt a fogyasztói árindex az előző évhez képest. Orbán Viktor szerint az orosz-ukrán háború miatt háborús inflációról beszélhetünk. Ez nem teljesen igaz, hiszen már a koronavírus járvány kezdetekkor elkezdődött az áraknak a növekedése, de hogyha egészen 2016 végéig visszamegyünk, már onnantól látható, hogy Magyarország jelentősen rosszabbul teljesít az európai országokhoz képest. Amíg a KSH szerint 2021. júniusában 393 forint volt a fehér kenyér, egy évvel később, tehát most 2022. júniusban már 590 forint, ami egy 50%-os áremelkedést jelent. Hogyha a fogyasztói árindexet megtisztítjuk mindenféle egyszeri hatástól, akkor megkapjuk az infláció magját, az alapinflációt. Ez 2022. júniusában 13,8% volt, ami magasabb, mint a fogyasztói árindex, de magasabb mértékű, mint amikor az első Orbán kormány megalapult. Dr. Danyi Pál szerint a maginfláció jellemzően alacsonyabb szokott lenni, most, hogy az ilyen magas, ez azt jelenti, hogy ez az infláció egy elhúzódó, sokáig tartó infláció lesz. Az inflációról szóló cikksorozatunk első részét a linkre kattintva elolvashatod, a következő részben pedig közelebbről megvizsgáljuk az egyes termékeknek az áremelkedését.